Több mint 200 cipős doboz gyűlt össze az idei kezdeményezésre Dombóváron. Az 5 éve elkezdett jótékonysági civil akció mellé állt Dombóvár város önkormányzata és az idén alakult Dombóvári Vállalkozói Egyesület is. Így a szociális szférában is elindult az együttműködés, az összefogás. Az elmúlt évektől eltérően idén az önkormányzat is aktív részt vállalt ebbe, hiszen biztosítottunk helyszínt és Facebook oldalunkon és honlapunkon is mindenkit arra biztattunk, hogy ebben a kezdeményezésben minél többen vegyenek részt. Hátam mögött látszik is, hogy az idén közel több mint 200 csomag jött áll rendelkezésre rászorultaknak, amelyet a kezdeményezők három szervezetköt oszlanak majd fel. Nyilván ebben az évben megtörtént a szociális kerekasztal újragondolása és a szereplőket is újra gondoltuk. Sajnos a pandémiás helyzetben nem volt rá lehetőség, hogy az operatív munkát elkezdje ez a szervezet. Hiszem, hogy 2021-ben ez a szervezet hatékonyan részt tud venni az ilyen típusú munkákban, és jövőre büszkén mondhatjuk, hogy több mint 300 doboz sikerült összegyűjtenünk. Az ajándékokat a Dombóvári Caritas, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Dombóvári csoportja segíti szétosztani, és még az ünnepek előtt eljutatni a felajánlásokat a rászorulók részére. A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény dolgozói egész év során szakmai munkájukkal segítik a rászoruló családokat. Ilyenkor karácsony környékén csodálatos dolog számunkra is ezeket a gyönyörűen becsomagolt ajándékokat szétosztani, a gyerekek örömét látni. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki ezzel a szép adománnyal hozzájárul az ünnephez. A Katolikus Caritas helyi önkéntes csoportjának nevében nagyon hálásan köszönjük a városnak és a civil szervezeteknek ezt a sok szép adományt. Már előre látom a csillogó gyerekszemeket, ahogy kibontják ezeket a csomagokat. A Caritas rászorulókat segélyez egész évben folyamatosan itt a városban, de a karácsony az mindig kiemelt időszak. Ilyenkor van az, hogy megpróbálunk egy picit az ünnephez is hozzátenni, hogy nem csak az alapvető életszükségletekben segítünk, hanem ajándékot is adunk. És ez nem sikerülhetne az adományozók nélkül, úgyhogy nagyon köszönjük. A Dombóvári Székelykör, a Dombóvár 2004 Egyesület és a Dombó Chips Egyesület teremtett 5 éve hagyományt a kezdeményezéssel, és nagyon hálásak, hogy a városban minden évben összefogással segíthetik a nehéz sorsú családokat az ünnepek alkalmával. Egyesületeink, önkénteseinken keresztül most immár több mint 5 éve gyűjtik a karácsonykor, illetve iskola kezdéskor a csomagokat a rászorultak részére. Idén is több mint 200 csomag gyűlt össze, melynek szétosztását karitatív szervezetekre bíztuk. Ebből kap a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az ESZI, valamint a Keresztény Caritas, aki eljutatja majd a rászorulók részére. Az idén, betartva a vírushelyzet szigorú szabályait, 4 vállalkozónál adhatták le az ajándékdobozokat, és a szállításban is helyi vállalkozó segített.